Mint arról már korábban beszámoltunk, bővült a Szent Panteleimon iskola kínálata, óvoda létesült az intézményben. Az Ovis csoport egyelőre a Dunaparti tagóvodában vendégeskedik, az elmúlt évükről kérdeztük Feke Angéla és Szóládi Toponári Ada óvodapedagógusokat. Mint arról a szakemberek beszámoltak, augusztusban kezdődött a közös munka, majd szeptembertől egymást követték a kirándulások, élmények. Sok helyre látogattak el a gyerekekkel, voltak például postán, pékségben, moziban, polgármesteri hivatalban, de még állatorvosnál is. Mindent igyekszünk tapasztalatban, tapasztalás útján. Volt például egy kéthetes projektünk, amit nagyon szerettek a gyerekek, amikor a szakmákkal, foglalkozásokkal ismerkedtünk, és igazgató úr segítségével, illetve a környező vállalkozók, akiket megkerestünk, mindenki nagyon készségesen állt a rendelkezésünkre. Postán voltunk, a postát bejártuk, a hátsó részeket is, pékségbe voltunk, a Széchenyi Pékség jóvoltából, bementünk a sütődéjükbe, nagyon kedvesen, kiskötényekkel, védőfelszereléssel vártak minket, pogácsát sütöttünk, fodrászatba, kozmetikába voltunk, ahol szintén megtapasztaltuk a munkát, bejutottunk a polgármesteri hivatalba, ahol szavazhattunk, dönthettünk a heti ebédről, idézőjelesen. Vegyes csoport verbuválódott össze, a gyerekek egy része még nagyon fiatal, hatan azonban szeptembertől iskolások lesznek. Jó, persze hatalmas lépés az oviból az iskolára váltani, de ezek a gyerekek szerencsés helyzetben vannak. Napi kapcsolatban vannak a tanítókkal, iskolai dolgozókkal, nem lesz számukra idegen a közeg. Óriási nagy lépés ez a gyerekeknek. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy ha jövőre már itt leszünk az iskola óvodájába, ez a napi szintű kapcsolat, ez a napi szintű találkozás, illetve én azt gondolom, hogy minket óvónéniket is és a jövőre átvevő pedagógusokat is közelebb fog az hozni a személyes kapcsolat, hogy ők picit belátnak a mi munkánkba, és mi pedig belátunk a pedagógusok a tanítónénik munkájába, mert én azt gondolom, hogy az iskola és az óvoda között ez a legnagyobb hiba, hogy nem kerülünk egymáshoz közel. Az iskolások azt várják, hogy iskolás gyereket adjunk, mi pedig a óvónénik pedig a saját munkánkra koncentrálunk leginkább. A tervek szerint a Szent Panteleimon óvodában két vagy adott esetben három csoportot indítanak majd. Azok a gyerekek, akik itt lesznek óvodások, több mint 10 évet töltenek majd el ugyanabban a környezetben, ugyanazokkal a pedagógusokkal. Talán a kicsik sem bánják majd annyira, hogy a szabadjáték helyett órákra járnak majd az iskolatársaikkal. Ez körülbelül olyan, mint mikor az óvodában külön korcsoportok vannak, és mondjuk a 4 éves átkerül egy másik óvónénihez, nagycsoportosként, vagy 5 éves átkerül nagycsoportosként, és ismeri már azt az óvónénit. Ugye az óvodában is hiába külön csoportok vannak, mondjuk egy nyári összevonás alkalmával, minden gyereket ismer az összes óvodapedagógus, aki az adott intézményben dolgozik. Én ezt valahogy így tudom elképzelni. A Szent Panteleimon óvoda sajátossága, hogy sem bemeneti, sem pedig kimeneti feltétel, hogy valaki a görögkatolikus közösség tagja legyen. Bárki beirathatja a gyermekeit, és aki ide járt óvodába, annak nem kötelező az iskolában tanulnia. Bár azért adná magát a dolog, hiszen így válna igazán hasznossá ez a sajátos helyzet.